A műsor támogatója a MUHOSZ, a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT, a Dovid Csalik és etetőanyagok készítője, és a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Tiszató, a halak birodalma. Köszöntöm a Pecatúra nézőit! Elérkeztünk a 2020-as év első hónapjának utolsó adásához, ami azt jelenti, hogy ma sorsolni is fogunk. Ráadásul különösen lehet izgulni, hisz a megszokott nyereményeken felül extra ajándékunk is van. De ne szaladjunk ennyire előre. Pokol és paradicsom. Ez bizonyos szempontból ellentmondásnak is tűnhet, de hogyha azt mondom, hogy három fa, a legtöbb horgász pontosan tudni fogja, hogy a zöld pokorról beszélek, a bojlis és a ragadozó halakra pecázó horgászok paradicsomáról. Horváth Zsolti, mai beszélgető partnere, a töklevelekkel sűrűnben őtt tó gazdája, Pálinkó Károly lesz. Megtudhatjuk tőle, hogy hogyan ismerte meg a tavat, illetve mi vette rá arra, hogy egész addigi életét hátrahagyva szárnyai alá vegye a festői szépségű vízivilágot. A vízparti ember számára a horgászat maga az élet, sok mindent jelent a számunkra, sportot, szenvedélyt, zsákmányolást. Miként emlékszel vissza, neked mi volt az első pillanat, amikor a horgászattal kapcsolatba léptél? Én inkább úgy mondanám, hogy a természettel és a halakkal. Ugye alföldi származású vagyok, Szeged környékéről, és ugye a gyerekkoromnak egy részét ott töltöttem. Akkor ilyen gödrök voltak, kiöntések, belvízes, nyomásos területek, és ott találkoztam először a hallal. Akkor még úgy kergettük őket, hogy volt egy kosár, és akkor húzogattuk, vonogattuk a vízbe, illetve a kiöntésekbe a kopolyákatnak hívtuk azokat, a réti csíkot onnan szedegettük kifele. Ez volt az első találkozásom a hallal. Meg is szerettem őket, mert a mama meg serény volt, és el is készítette nekünk, úgyhogy az íze az nem idegen a számomra. Mikor kezdtétek el lopkodni a gombos tűket? Az később volt, talán olyan 6-7 éves lehettem, Tapolcán laktunk, akkor még a vízlópatak funkcionált, egy nagyon csebes folyású patakocska volt, és a domolykótól, a vörösszárnyú keszegektől kezdve a fenékjáró küllőjéig, fürgecsele, minden volt ezekben a vizekben. Az első találkozás ezekkel a halakkal, egy befőttes üveg rajta, madzag, némi kenyérmorzsa, és akkor szeregettük kifele, nagyon-nagyon határtalan boldogok voltunk, mikor egy vörös szárnyúval, egy olyan 8 centissel hazarongyoltam édesanyámhoz, és nagyon büszkén mutattam neki, hogy micsoda szép nagy halat fogtam, anyu, nézd meg, és azért elkészítette nekem, tehát a halevés az mindig ott volt, és később már mint egy tetőlécet, vagy egy rossz magyarófát, hát ami a kezünkbe akadt akkor, a szúnyoghálónak a kihúzott szálláva volt a damil, és akkor a csavar, ugye a toll, a libatoll, vagy parafadugók, és akkor a gombos tű. Az első horgot még saját magamnak úgy csináltam, hogy fogtam egy olyan másfeles drótot, rátettem az üllőre, apámnak a legnagyobb örömére megfogtam a jó éles baltával, egy keresztbe rávágtam, és mindjárt volt neki éle meg hegye. Igaz, hogy ez nagyon kevés halat, szerényen lehetett fogni. Azt mondom, hogy nagyon sok kapás volt, de kevés halat tudtunk megfogni. Hát így kezdődött a horgászat. Mai napig is a mozgalmas pecát szeretem igazából, ugye nehezen tudok bemelegedni, de mikor rákattanok, akkor aztán megáll az idő a számomra a pergetés következtében. Azon kívül azért, hogyha a békés halra horgászok, akkor a klasszikus mód. Tehát most ugye jött ez a bojli, ennek a bölcsőjénél ott voltam, sok embernek adtam tanácsot, segítettem neki eligazodni, de én megmaradok továbbra is a nád mellett, vagy a zsombékok között egy feltolós úszós szerelékkel. Én azt gondolom a legszebb peca, hiszen közvetlen a közelébe vagyok, látom a történéseket, az eseményeket, mikor jön be a hal, mikor megy ki egy pezsgés, fel tudja emelni az embernek az adrenalinját nagyon magasan. Nem is véletlen, hogy három fára vetődtél 20 évvel ezelőtt, akkor még Várszegi Jóskával űztétek a halakat. Nagyon aktív ez a pálya. Miért döntöttél úgy, hogy egyre többet kezdesz odajárni? Ugye a munkám folytán jutottam el erre a területre, tehát Somogynak a déli részére. Élelmiszerbe utaztam, és az áfészokkal voltam kapcsolatban.
mindig az alkalmat, a lehetőséget megragadtam, hogy való vízparti helyen szálljak meg, ne kelljen hazamennem Székesfehérvárra, és itt találkoztam a Várszegi Jóskával, illetve akkor már a Zákonyi Botond egy cikket írt róla, három fáról. Mikor megláttam a tökleveles részt, ezt a gyönyörű bujonövényzettel megáldott tavat, beremegtem, mint a Trabant alapjáraton. Mondtam, hogy ide el kell jönni, ezt meg kell próbálni. Annyira közel álltató hozzám, hogy könnyes szemekkel ment el az ember. Emlékeznek vissza a barátaimra, hogy nagyon nehéz volt az elválás 2-3 nap után, amikor ott eltöltött ez a hatalmas békenyugalom. Hát ez egyből szerelmes lettem. Hát nem véletlen van a mondás is, hogy vagy megszereted első látásra, hogy soha többet nem jössz. Hát én itt ragadtam. Mikor jött el a pillanat, amikor érezted azt, hogy egyre többet látogatott Háromfát, és egy nagy váltás kell, hogy következzen az életedben? Hát az igazság, hogy a munkám következtében erős volt a nyomás, tehát már szétcsúsztunk teljesen. Tehát a nap az lassan már ott tartottunk, hogy 24 órából áll, és úgy éreztem, hogy az idő az el fog menni mellettem. Tehát lehet nagyon sok pénzt keresni, nagyon sok munkával. Igazából nem tudod élvezni, mert ha nincs időd, akkor meg nem tudod elkölteni a pénzt. Tehát ilyen okafogyottá vált ez a városi életmód. Gondoltunk arra, hogy van egy kis megtakarított pénzünk, leköltözünk Háromfára, és bekapcsolódunk a falusi turizmusba, a horgászturizmusba. És ott vettem egy házat, később átépítettük, és nagyon sok emberrel kapcsolatba kerültem. Végül is valahol a Háromfának a sikerét, ez a rengeteg szertágazó kapcsolat ezt teremtette. Voltak ott jó ragadozó horgászok, érdemes is volt Háromfán mindig ragadozóra horgászni, illetve termetes pontyok is voltak, de pillanatok alatt látóteretbe került a bojli. Igen, felkeltette az embernek az érdeklődését. Hát ugye azt hiszem, hogy szinte mindenki a Slot Christianon nőtt föl, annak a filmjein. Ott voltam egy néhány forgatásnál, illetve láttam már a bojlizásnak a lényegét. Ugye az egyik volt a minél nagyobb halfogás, a másik az, ami tátottam a számat, ahogy bánnak és ahogy viselkednek a hallal. Mindig is ugye a tanyavilágból hozott énem volt az, hogy a természetre figyelj oda, a természet közelébe élj, a természetet nem legyőzni, hanem vele együtt kontaktban lenni, és ennek az adományait ezt élvezni. Ugye itt ebben a pillanatban ez leesett nekem a tantusz, hogy fú, ez egy nagyon érdekes dolog, így bánni egy hallal, hát hiszen milyen jó emberek ezek az emberek. És úgy gondoltam, hogy ebbe az irányba elkezdem terelgetni az általunk a horgászatot. És minél többen jöttek. Ez azt hiszem, hogy talán a vendéglátó végzettségem van, vendéglátó vénának köszönhető, mert halhoz azért annyira nem értett. És valljuk be őszintén, hogy nagyon amatőr pecás voltam, vagyok is a mai napig is. Tényleg csak a horgászat érdem, a minél nagyobb ér megyek ki a vízpartra, a békér és a nyugalomért. És talán ez hozta meg azt a szerencsét, hogy elkezdett mozdulni ez a dolog. Ugye odafigyeltem sokkal jobban az emberekre, mint akinek nem ez volt a vénája, és úgy láttam, hogy utólag visszagondolva, hogy a vendéglátási ismeretek, az emberismeret, stb. Ez hozott egy nagy fordulatot ebbe az egész játékban. Majd később aztán a szakmai oldalát is csiszolta az ember a hal iránt való tiszteletnek, szeretetnek, illetve a bánásmódnak, illetve hát tenyésztésnek, stb. A tó működésének, gondozásának, ezeket meg kellett tanulni. Jó is volt, hogy az ember beült az iskolapadba, és elsajátította ezeket a dolgokat. Az indulásnál az ezredforduló környékén jártunk, és nagyon nagy alakok jelentek meg Háromfán. Lehet azt mondani, hogy Háromfán egy olvasztó tégely volt a horgászat történetében, de abban nem is, akkor a bojlis horgászatban mindenféleképpen. Jó emberek fordultak meg, tényleg profi emberek fordultak meg nálam. Utólag már tudom, hogy ezek azok voltak, mint a Slot Krisztián, Ladányi Tamás, Szilágyi Tomi, Regős Gyuri, Keim Tomi, Horváth Zsolti, ezek azért emblematikus személyek, és ezek azért a bölcsőnél ott voltak ennek a pecának. Mindig kitaláltál valami finomságot erre, mi akkor? Tehát azt mondtuk, hogy az őrültség, itt elsősorban a versenyekre gondolok, sosem volt Háromfán rendhagyó verseny, mindig valami újdonság volt. Igen, én éjszaka fölébredtem, akkor valami gondolat megszületett, azt mondjam, akkor gyorsan leírtam, és akkor elkezdtek alakulni ki a különböző variációk a horgászattal kapcsolatban, ez volt az egyik, a Boily Show. Nem nagy létszámmal indultunk, de annál eredményesebb volt, és a hangulat az kifejezetten családias volt. Ezt azóta is a hozzám jövő horgászok, hogy akik a versenyeken elindulnak, azok mind azt mondják, hogy más itt versenyezni, mint más tavakon. Itt nagyon közvetlenek az emberek, segítőkészek, mindannak ellenére, hogy tétje van sokszor a versenynek, annak ellenére barátkoznak, információt cserélnek. Hát tudod nagyon, hogy egy 21 óra után fordulnak a Challenge Weekend a horgászok, és a leülő horgász, aki a másik helyére ment, az súg neki, hogy figyelj, öreg, itt horgászál, ide tedd a cuccolat, pedig van tétje a verseny, és annak ellenére önzetlenek, úgy látom az
emberek. Hát ez kellett az, hogy egy kicsit megrostáljuk a horgászokat. Ne ugorjunk át a Challenge Week-en ilyen gyorsan. Kora tavasszal a tó még nem annyira tökös, viszont ez talán az országban a legtökösebb verseny. Igen. Amikor ezt a versenyt kiagyaltam, azt gondoltam, hogy ez nem a lusta horgászoknak fog szólni. Ez a verseny 21 óra horgászat van, 1 óra összepakolás, 1 órán belül be kell érni a helyszínre, és ott újra sorsolás van. A kezdet-kezdetén ez úgy indult, hogy a bojli gyártó cégek felajánlották az alapanyagot, én hoztam hozzá tojást, a srácoknak volt aroma, nekiálltunk, és akkor ki volt gurítva minden áldott nap 2 kiló bojli golyó. A másik oldalról egy kicsit önző is voltam, mert arra gondoltam, hogy ez az első olyan alkalom, amikor látni fogom azt, hogy a teret hogyan vészelték át a halak. Mert most fognak 1-2 pontyot, ebből nincs betekintés, de amikor fognak 15-20 mázsát, akkor azért látod, hogy most le vannak gatyásodva a halacskák, vagy éppen labdára vannak hízva, mert egész évben tudtak táplálkozni. Ez nagyon fontos volt, azért is van ilyen korán ez a verseny márciusnak a 3.-4. hetében. Monitoring szempontjából nem elhanyagolható a nyári verseny sem, a módszerek háborúja, az aztán tényleg egy őrült megmérettetés. Ez nagyon jó verseny. Az igazság, hogy az idei évben rászálltam magam, hogy úgy nem halok meg, hogy nem indulok el ezen a versenyen, ha már egyszer kitaláltam ezt a megméretetést, ezt az erőpróbát. Hát más kitalálni, más lebonyolítani, és más beülni a horgásszékbe és végigcsinálni. Én azt mondom, hogy a világ legjobb versenye. A lényeg az neki, hogy reggel 7-től este 7-ig fehérharra horgászunk, ugye a klasszikus most spitzbot, meccsbot, esetleg rakósbot, és talán maradt 6 bot a nap többire lévő részébe, illetve a 6 bot az folyamatosan működik, de 4 óránként kiadott eredmények alapján variálhatják a horgászok, hogy a többi hogy áll, hogy hova koncentrálja, merre tegye az erőt. Ugye, hogyha valahol egy kicsit sántít a ragadozóhal, és nagyon jó a ponyból, akkor gyorsan 5 botot átcsoportosíthat ragadozóhalra. 2 fordulóban van a verseny, 2 nap után, 48 óra után van egy eredmény, és a következő 48 óra még egy eredmény, majd ezt összesítjük, és az adja meg a végső győztest. Olyan matekolások vannak benne, hogy azt mondtam, ezt nem hiszem, esküszöm nektek, becsület számomra mondom, hogy sose fordult vele belőle, hogy valakire valami irítséggel nézzek, vagy akármi. Hát most azért bevallom férfiasan, hogy volt egy pillanat, amikor azt mondom, hát bárcsak ne fogna a szomszédom halat. Nagyon jó verseny. Említetted a gyermekéveket, azt a lelkesedést, amikor az ember egyszerű eszközökkel űzi a halat, és ez a struktúra, ez a szemlélet minden tavasszal, szezonkezdés előtt kicsit visszatér 3 fára a retropecán. Ez így igaz. Talán 10 pár éve, hogy pecázgattunk a kettes álláson. Előtte is volt ennek előzménye azért a retro pecának. Összejöttünk egy páran, 6-7-en a baráti körből, és csináltunk egy évadnyitót. Ez általában február vagy márciusnak az első napjai voltak. Mindenféle pecával pecáztunk, tehát nem volt kitalálva az, hogy mi legyen, kinek mihez volt kedve. Letettem egy 4-5 nappal előtte a pályát, és akkor főztünk, sütöttünk kint a vízparton, jót horgáztunk, este bementünk, ittunk egy nagyot, kártyáztunk egyet, és következő nap folytattuk. És menet közben született meg a gondolat az, hogy mi lenne, hogyha kicsit kibővítenénk a létszámot, mi lenne, hogyha elővennénk a régi klasszikusokat. És 11 vagy 12 éve mogyorófával, bambusznáddal felszereltem magam, és meghívtam a barátaimat. Mindenki kapott gombostűt, mindenki kapott anyacsavart, úgy, mint régen. Tollat, libatollat, parafadugót, és elkészítettük az első kezdetleges régi eszközöket, és nekiálltunk pecázni. És érdekes módon eredményekesek is voltunk, nagyon-nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. És ez a hagyomány, ez megvan. Egy alkalommal érdekes volt, talán jó 5-6 évvel egy telefonhívás érkezett hozzám, és kérdezték, hogy lehet-e jelentkezni a retro pecára. És mondtam, nem, hát ez egy szűk baráti kör, de én egy idős ember vagyok, és én nagyon élvezném ezt a dolgot. Úgy hívják a barátunkat, hogy Varga Gyuri, ő egy casting világbajnok, a 70 pluszos, a senior kategóriába tartozó horgász, és belecsöppent a társaságba, és azóta stabil tagja, sőt, azt gondolom, hogy talán a motorja is ennek a versenynek. Kérdezte egyszer tőlem, hogy te meddig fogod csinálni ezt a retro
pecát, mondom, ameddig te el tudsz jönni bajáról, mondom, az biztos, hogy addig fogom csinálni. Hát nagyon jó összejönni a társasággal, és egy-egy vacsoránál, egy-egy ebédnél a múltat felidézni. Háromfa mindig is híres volt rendkívüli ragadozó halállományáról, azonban az elmúlt években kimondottan ragadozó halas verseny nem volt. Most viszont az előző évben visszatért a csukafogó verseny, pergető horgász verseny formájában. Be kell vallanom neked, hogy nagyon-nagyon próbáltam óvni az állományt. Én is azt tapasztaltam, mint egy 6 évvel ezelőtt, hogy megvan a csúcs a ragadozó halaknál. Tehát a súlyba méretbe a 4-5 kilós süllők, ezek nem voltak ritkák. Azt láttam, hogy az alatta lévő állomány, ami tulajdonképpen alapja lenne az egésznek, az hiányzik. És a törpeharcs, hogy megjelent, akkor kaptam észbe, hogy jelentős mennyiségű ivadékot, mikor fölbotottam a törpeharcsáknak a gyomrát, akkor a nyári időszakban borzasztó mennyiségű ivadékot szűrtek le a vízből. Nekiálltam szedni a törpeharcsát, már olyan 200 mázsánál jártam, mikor a harmadik évben azt tapasztaltam, hogy a törpeharcsa csapdában 15-17 darab ilyen 10 centis süllők vannak. Megjelent a sügér. És akkor azt mondtam, hogy gyerekek, na szerintem a csatát azt kezdjük megnyerni a törpével szembe. És mostanra azt láttam, hogy a süllőknél a 30 centis, fél kilós, egy kilósak nem ritkák. Ott vannak, stabilan hozza magát az állomány. És mondtam, hogy csinálni kéne egy versenyt. Csináljunk egy pergető versenyt, mert ez azért megkíméli a halakat. Ez nem úgy, hogy megbenyeletjük, tönkre megy a hal, stb. És nagyon kíváncsi vagyok az állományom, hogy áll. És arra gondoltam, hogy egy ilyen 20-25 fős csapattal megmérettetjük a tavon a halakat, illetve hát a versenyzőket, és ennek következtében betekintést tudunk nyerni arra, hogy milyen a halállományunk. Tudom, hogy nagyon kevés időd van a horgászatra, de ha mégis horgászbotot ragadsz, akkor hova szoktál utazni, illetve milyen módszerrel horgászol? Minden évben elmenjünk a Tiszatóra. 4-5-en vagyunk a vízparton. Nem a horgászat az első számú szempont. Jó visszagondolni a múltra, picit beszélgetni. Egy kis horgászat van még mellé. Nem is annyira első számú szempont, de kint vagyunk a vízparton, be vannak dobálva a cuccok, és elbeszélgetünk, elmélkedünk, elgondolkodunk. Hogyha a horgászat, a szerelem az életedben és a házasság három fa, akkor mindenképpen említést kell tenni a szeretőről is, a makrancos hölgyről, a Dráváról. 11 évvel ezelőtt forgattunk ott egy jó filmet, illetve jött össze a társaság. Felejthetetlen élmény. Én azt gondolom, hogy a Drávába is, ha valaki belekóstol, az mindig mély nyomot fog hagyni az emberbe. Az a fajta természet, az a fajta gyönyörűség, szépség, a folyónak az adottságai, ezek akkora élmény nyújtanak az embernek, hogy mindenféleképpen maradandó élete végéig emlékezik az emberre. Hogyan látod a horgászat jövőjét, illetve az embereket, a horgássportot? Vissza tud-e térni az ember a természetbe? Először is arra gondolok, hogy az elmúlt 20 évet, hogyha áttekintem, ugye, hogy engem meglepetésszerűen érintett, és nagyon kellemesen töltött el ez a halal való bánásmód. Ugye gondoltam arra, hogy ezt ki kéne terjeszteni, jobban figyeljenek oda az emberek. 2004-ben megcsináltuk az első bojlisulit. És ennek az volt a lényege, hogy mutassuk meg a utánunk következő generációnak, vagy az a fiatal nemzedéknek, hogyan is kell a halakkal bánni, hogyan kell horgászni rájuk, a természet szeretet, hiszen emlékszel rá, még természetőr is volt, filmeket vetítettünk, stb. Sok fiatal tanulta meg a hallal való bánásmódot, az e fajta horgászatot, illetve a természet iránt való tiszteletet, a természet szeretetét. Nagyon büszke is vagyok rájuk, mert menet közben azért egy-két versenyt bonyolítottam le, hogy a MOSZ-nak volt 3 válogató versenye, és egy alkalommal az első, a harmadik helyzet és a negyedik helyzet az bojlisul is nevelésű srác volt. Hát azért azt mondom, hogy kicsit magasan hordtam akkor aznap az óromat, nagyon jó érzés volt. Nyilván meg kellett mutatni az ifjúságnak, hogy mi a jövő, aminek a gyümölcsét ma azért valamilyen módon élvezzük. Egyre népszerűbb lett, először divat volt, és aztán később már én azt gondolom, hogy életmód lett ez. És ennek biztos, hogy nagyon nagy szerepe van a bojlisulinak benne. Én azt látom, hogy egyre jobban terjedt, ugye nagyon-nagyon dinamikusan terjedt ez a bojlival való horgászat, és azt látom, hogy kezdenek az emberek felnőni rá. Tehát én mindenféleképpen azt mondom, hogy
maga ez a hatás, ez rendkívül pozitív. Ha visszagondolok az emberre, akkor azt gondolom, hogy én szerencsés vagyok. Ugye megvannak a tabuk nálam, ezt a tabukat ezt figyelembe veszik a horgászok, így nálam nincs különösebb probléma a természettel, a természet és az ember viszonyával, mert becsülik, odafigyelnek rá. Több helyen mást látok azért, amikor az ember kimegy az erdőbe, és azt az irgalmatlan mennyiségű kommunális hulladékot, amit ott elhagynak az emberek, akkor bizony megcsavarodik a szívem. Látom azt, hogy amikor elindult a 90-es évek végén ez a bojli horgászat, akkor láttam a lendületet, azt a fajta nagyon erős tüzet a horgászok szemébe, az a fogni akarás, az a vágy, a nagyhal iránt, mindent elkövettek ez érdekében, nagyon kreatívak voltak. Ma már ezt nem látom. Ma már azt gondolom, hogy elkényelmesedett a világ. Ma már azt látom, hogy kéz dolgokat vásárolunk, nem gyúrunk a parton. Az információ ugye gyorsan árad a Facebook vagy az internet következtében. Új dolgokat használnak nyilván a horgászok, de én azt látom, hogy elment a kényelmesedés irányába. Már nem olyan kitartók. Fölnőtt egy generáció, igaz, hogy tiszteli a természetet, de ha már esik két csöpp eső, akkor már azért meg sáros ne legyen a lábam, meg a stb. Hajfázok. Mindig úgy furcsálom a dolgot, hogy hát hiszen ezek majd a családapák lesznek, minden, hogy fog példát mutatni, mikor ott reszket a vízparton. Ez az oldal, ez egy kicsit negatív lett az én számomra. Azt hiszem, hogy velünk ez rozmárokkal, ez már ki is fog halni, ez a fajta szemléletlátásmód, amit mi képviseltünk, amit mi a szüleinktől örököltünk. Azért bízunk benne, hogy jönnek ifjú titánok. Hogy látod három fának a jövőjét, illetve mit tervezel a következő 5 évben? Mindenféleképpen fejlesztenem kell. A fejlesztés az a kényelem irányába fog elmenni, hiszen be kell látnom azt, hogy az a fajta gondolatmód, amit én a szívem mélyén képviselek, az egyre kevésbé talál táptalajra. Mindenféleképpen kényelmesebbé kell tenni a kintlétet. Elkerülhetetlen dolgok vannak, ma már az, hogy wifi, ma már az, hogy áram legyen kint a vízparton, ami ellen én rendkívül ellen vagyok. De nem tudok mit csinálni, egyszerűen az egész rendszert fenn kell tartani, valamilyen módon működtetni kell, és a elkövetkezendő kihívásoknak, trendnek meg kell felelni az embernek. Ki lehet-e vinni most a fiatalokat a vízpartra egy-hetes táborozásra, hogy folyamatosan horgászanak és ott éljenek kint? Nagyon fontos szerepe lenne, hogy kint legyenek egy közösségbe összekovácsolva. Az önzőség az háttérbe szorultna. Itt önzetlenek az emberek, önzetlenek a gyerekek. Sajnálom, hogy nem mindenkinek adatik meg. Én szinte azt gondolom, hogy szinte kötelezővé tenném a horgászatot, vagy a horgászatnak az oktatását az iskolába, mert egyfajta látásmódot, egyfajta pozitív látásmódot generálna a gyerekeknél. Van egy érdekes példa, hogy a hulladékkal való bánásmódra. Olvastam róla, hogy a skandináv államokban a szelektív hulladékot az óvodásoknál kezdték bevezetni, ennek a gyűjtését, illetve elkülönítését a fémnek, a műanyagnak, a papírnak. És érdekes módon az ilyen pici gyerekek gyakorolták a legnagyobb hatást a szülőkre. Úgy gondolom, hogy az egyik oldalról kapja a gyerek az indítatást a szülei részéről, a másik oldalt ezt vissza is lehet csatolni. És én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik szívesen vannak kint a természetben, jól érzik magukat, megértik a természetet, nem leigázni akarják, hanem ebbe élni, ebbe gyönyörködni, az biztos, hogy a szülei is később hatással van, illetve be tudják őket is vonni ebbe a körbe. Minél többet kint kéne lenni. Azt gondolom, a most felgyorsult világban a természetbe kint lenni, az úgy gondolom, hogy a legjobb gyógymód lenne. Szerintem nagyszerű horgász élményben lehetett részük, legalábbis így a tévé képernyőjén keresztül. Tudom, hogy személyesen szeretnék a fárasztás élményét átélni, higgyék el, előbb-utóbb itt a tavasz pici türelmet még. Azoknak viszont nem kell tovább várni, akik helyes megfejtést küldtek el január havi kérdésünkre. Azt kértük önöktől, hogy írják meg nekünk, hogy melyik hal lett az év hala, és nagyon sokan helyesen válaszolták, hogy a befutó a süllő lett, többek között
Gyuricsek Beáta, Budapestről gratulálunk neki, mutatjuk Beáta nyereményeit. A szerencsés nyertes jutalma a Walter Land áruházak jóvoltából egy széria Walter Dart Feder 360-as horgászbot, a Dovid Kft. 10.000 forint értékű etetőanyag vásárlási utalványa és a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Ajándékutalványa, két darab kétnapos felnőtt területi horgászjegy a Tiszatóra. Adásunk elején már mondtam, hogy nem csak a szokásos nyeremények illetik a mai nyertesünket, hanem van extra ajándék is. Beáta február 13-a és 16-a között elmehet a Fehovára. Kaptunk egy belépőt, gratulálunk még egyszer. Februárban is nyerhetnek ám. Már is mondom az új kérdést. Írják meg nekünk, hogy milyen okmányokat kell magánál tartani egy pecásnak, amikor megkezdi horgászatát. Válaszaikat a jól ismert elérhetőségünkre várjuk. Ennyi volt a mai Pecatúra, köszönjük figyelmüket. Minden horgásznak, de különösen azoknak, akik kimennek valamelyik tó vagy folyó partjára, azt kívánom, görbüljön, jövő csütörtökön ismét várjuk Önöket. Viszlát! A műsor támogatója a MUHOSZ, a vizek, a halak a horgászok érdekében és védelmében, a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT, a Dovid Csalik és etetőanyagok készítője, és a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Tiszató, a halak birodalma.